Szia! Én Nagy Böbe vagyok, a Nagy Bigyói YouTube csatorna készítője, és a mai videóban ezt a kis kacsintós húsvéti tojásnyulat fogom megcsinálni. Horgoljunk együtt! A nyuszit is Catania fonalból és két és feles tűvel nyuszi horgolom. Nyuszi füléhez először egy 7 szemből álló dupla láncszem sort készítek. Ugye a dupla láncszem sort azt már többször is bemutattam, de itt ismét megmutatom. Tehát csinálok egy hurkot, és mielőtt lehurkolom az ujjamról a szálat, azelőtt egy hajtást teszek a tűre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, és ettől egy minden oldalán szép láncszemsort kapok. Ezt itt be is zárom, és ebből kettő darabot. Nyuszi füléhez ebből a láncszemsorba az egyik oldalon 7 darab félpálcát, illetve 6 darab félpálcát horgolok. Két szem sormagasítással kezdem, az lesz ugye az első. Kettő. És hat. Az utolsó láncszembe kettő darab egy ráhajtásos pálcát horgolok. Dehogy is kettő darab fél pálcát horgolok. Két láncszemet, egy, kettő. És megint kettő darab félpálcát ugyanebbe a szembe. Ez lesz a nyuszi fülének a forduló része. És utána a másik oldalon is 6 félpálcával vissza. Mind a két kezdő láncszem sort így megcsinálom a nyuszi fülének. A nyuszi fejét mágikus körbe horgolt 6 rövid pálcával kezdem. Majd minden szembe szaporítva 12 szemre szaporítom. Áthajtom a jelölő szálat. Következő körbe minden második szembe szaporítok, tehát minden harmadik szem lesz a szaporító szem, és így 18 szemre szaporítom a körömet. Ezután áthajtom a jelölő szálat. Megfogom az egyik fülecskét, kiválasztom, hogy melyik legyen a színoldal. Ugye, amit magammal szembe horgoltam, az a színoldal. Azt ráfektetem szembe erre a körre, és a nyuszi fülnek a szélét azt belehorgolom, tehát 5 szemmel belehorgolom a következő körömbe. Egy a fülbe. Egy a testbe, vagyis hát a fejbe. Egy a fülbe, ide középre a rózsaszínbe, akkor biztosan eltalálom a közepét. Egy a testbe, vagyis a fejbe. Egy a fülbe,
És a következő szembe. És az ötödik szem pedig a fülnek a szélébe, és a fejnek a következő szemébe. Tehát, hogy ne kelljen varrogatni, én ezt most ide belehorgolom a fejrészbe ezt a fülecskét. Horgolok tovább. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc szemet. Ugye innentől még öt szem lesz a kör végéig. Egy, kettő, három, négy, öt. És ide beillesztem a másik fülecskét, itt is figyelek arra, hogy a színoldal legyen szembe a füllel, hiszen az fog majd így szépen látszani. Tehát egy öltés a fülecske szélébe, egy öltés a fejnek a következő szemébe. Egy öltés a fül következő részébe. Ugye a ráhajtásos szemhez kell, hogy ez körülbelül kerüljön. A harmadik szemet a rózsaszín középrészbe öltöm, és a fejnek a következő szemébe. A fülnek a ráhajtásos részébe, és a fülnek a szélébe. És így körbe ott lesz a fülecském. Ugye itt 18 szem lett ez a kör megint. Áthajtom a jelölőszálat. Következő körbe minden harmadik szembe szaporítok, tehát minden negyedik szem lesz a szaporító szem. Ezeket a lógó szálakat én simán benne hagyom, mert akkor nem fog kibújni, és a töltőanyag mellett bőven elfér. Egy, kettő, három, és a negyedik a szaporítószem. Huszonkettő, huszonhárom, és a huszonnegyedik a szaporítószem. Ugye mivel itt tojásformát szeretném elérni, ezért ezt a kört még egyszer meghorgolom, tehát 24 szem szaporítás nélkül. 3 és 24. Kezd kialakulni a nyuszi feje. Áthajtom a jelölőszálat. Minden negyedik szembe szaporítok, tehát 30. Áthajtom a jelölőszálat, és ezzel a 30 szemmel is horgolok még egy kört. Minden ötödik szembe szaporítok, tehát minden hatodik szem lesz a szaporító szem, és így 36 szemre szaporítom a körömet. 36. Ezzel el is érkeztem a tojásnyúlnak a teljes test szélességéhez. Tulajdonképpen innen már bármilyen színosszállítással vagy mintával horgolhatom a tojást, tehát ezzel a 36 szemmel még 9 sort horgolok. Én most ennél a darabnál úgy döntöttem, hogy itt kezdem el a testét, tehát a nyakánál.
és itt egy új szintbe kötök. És 36. És még, mielőtt tovább folytatnám, amíg még könnyedén belefér az ujjam a kis fejébe, addig meghímzem az arcocskáját. Ugye a kacsintos nyúlnak. Körülbelül megnézem, hogy hova kerül a pofia, és a felső, a kezdő körtől számítva 6. sornál öltöm be a tűmet. Tehát 1, 2, 3, 4, 5, 6. Körülbelül ide. Elégnek érzem az öltések számát, és elég kereknek a szemet. Akkor a szemtől számított 5. szemnél följövök. Tehát 1, 2, 3, 4, tehát 4 szemet kihagytam. Feljövök a tűvel, tehát itt 1, 2, 3, 4 szem marad. Itt teszek két öltés, másfél-két öltést nyit, egy sorral följebb. Így, ez lesz a kacsintos része a szemének. És két szem távolságra a következő vonalat. És ettől lesz egy ilyen kis huncut kacsintós tekintete. Ezt a vonalat itt bent eldolgozom. Tehát eldolgoztam bent a szálat. Miután a két szemét megcsináltam, akkor a két szemek közé, a középen levő két szemnél meghímzem az orrát. Utána jön a szemöldök. Körbehímzem az orrát, hogy legyen egy kis kontúrja. És innen folytatom a testét, testének a horgolását, a 36 szemmel horgolom a 19. körig, vagyis a 18. körig. 18. kör után a 19. körben elkezdem a fogyasztást. Itt ez már ugyanúgy zajlik, mint a tojásnál, tehát minden 5. szem lesz a fogyasztószem. És tulajdonképpen még a kitömés előtt, bármikor, amikor dekorálni szeretném, akkor ráteszem a dekorációt. Én szeretem még a töltőanyag begyömöszölése előtt megcsinálni a dekorációt a figuráimon, mert ha a töltőanyag után csinálom, akkor előfordulhat, hogy áthúzódik a töltőanyag egy. Áthajtom a jelölőszálat. És minden 4. szem lesz a fogyasztószám. Én most itt betöltöm a töltőanyagot, de még mielőtt betöltöm a töltőanyagot, ráteszek egy kis dekorációt.
körbe áthajtom a jelölőszálat, és minden harmadik szem lesz a fogyasztószem, és 18 szemre fogyasztom. 1, 2, 18. Áthajtom a jelölőszálat, és mivel szeretném, hogy ez a nyuszika ne boruljon föl, és megálljon a saját lábán, ezért nehezéknek 3-4 üveg golyót, de szerintem 3 is elég, 3-4 üveg golyót bele rakok az aljába. Miután beletettem a kis üveggolyókat a minden második szem lesz a fogyasztószám, és 12. Behorgolom olyan módon, hogy minden szembe fogyasztok. És el is készült a kis cuki tojásnyúl. Úgyhogy be is illeszthetem a bandába. Véleményedet jelezheted a like vagy a dislike gomb megnyomásával, de megírhatod a videó alá is. Itt egyébként kérdésekre is szívesen válaszolok. Ha legközelebb könnyen meg akarsz találni, iratkozz fel a csatornára, de ha minden videóról szeretnél értesülni, akkor jelöld be a kis harangot is. Horgoljunk együtt!